Adották a gőzmozdonyt a jelenlegi csíkzsögödi strand területére azzal a céllal, hogy ezzel melegítsék a fürdő vizét. A módszer nem vált be, így néhány év elteltével a mozdony a strandra járó gyermekek játszótereként végezte. Több mint 30 évig állt a csíkzsögödi fürdő területén, állapota megrongálódott, a megrozsdázott tábláin alig olvasható, hogy a jármű maximum 30 km óránkénti sebesség felvételére képes. Évekig, évtizedig ott állt, város leltárába vette, és a Gyimes Bükki vasutas műgyűjtő Billy Bóguszti bácsi keresett meg bennünket, hogy szeretnék, hogyha ott állíthatnák ki a felújított őrház mellett. És hát természetesen készséggel válaszolt az önkormányzat erre a megkeresésre. A csíkszeredai önkormányzat tehát határozatlan időre átadta kiállítás céljából a gőzmozdonyt Gyimes Bükknek. Abban bízunk, hogy szakszerűen felújítják, olyan értelemben, hogy kiállítható legyen, és ott a meglévő gyűjteményt fogja gazdagítani. A gőzmozdonyt szerdán két autódarúval próbálták meg kiemelni több évtizedes helyéről. A talaj ingoványossága miatt az emelőkocsik egyike belesüppett a földbe, és így nehézkessé vált a gőzmozdony elszállítása. A munkások több óráig próbálták orvosolni a kialakult problémát, míg végül sikerrel felhelyezték a vas alkotmányt a szállító autóra. A gőzmozdony útban van Gyimesbükk felé, hogy majd a pünkösdre látogatók gyönyörködhessenek a vasút történeti kiállításban.